Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett Sepén község önkormányzatának 2023. november 8-án 7:30-kor tartandó nyilvános ülésére. A napirendre kiküldött napirendi pont javaslatokkal ellentétben a polgármester úrral folytatott beszélgetés eredményeképpen az SMS módosítást most még levesszük a napirendről, aminek oka két tétel, az egyik a videófelvétel hiánya, amit később társak jeleztek. A másik pedig azt hiszem, hogy a pénzeszközök lekötésével kapcsolatban volt egy észrevételmény, így akkor ezt majd behozzuk a következő valamelyik testét ülésen, akkor ezeket még egyszer elbeszéljük. Azért annyit ezzel kapcsolatban tájékoztatnék, hogy így akkor jövő héten, utána héten is, és utána héten is lesz testét ülésünk, aminek az oka az az, hogy ugye majd lesz egy pénzeszközlekötésünk megint november 21 után, akkor megint be kell jönni, akkor lesz egy búzahungarik, amit megint a testülettel kell ugye végigvenni, alapvetően mindig mindent elfogadunk, de akkor erre majd a tisztelt képviselőtestületi tagoknak szabadon kell hagyni magukat, illetve folyamatosan érkeznek sajnos szociális tűzifa igények, bejönnek tűzifa igény testületet, összehívjuk, és így viszont az igénylők talán mindig egy kicsi késéssel fogják majd megkapni a tűzifát, ameddig ezt az önkormányzat bírja. Így a napirendek a következőképpen alakulnak. Az első napirendi pont az a közmeghallgatás időpontjának kitűzése, a második napirendi pont az a védőnői feladatellátás átadása, a harmadik a helyi választási bizottság tagjainak megválasztása, a negyedik a Csepén Község Polgárőr Egyesület támogatási kérelme, az ötödik a Magyar Pünkösdi Egyház Csepén Gyülekezet támogatási kérelme, a hatodik a Bujka Kultúrás Egyesület támogatási kérelme, majd ezt követően egyéb ügyek kerülnek. Én az egyéb ügyekbe jegyző asszony személyével kapcsolatban lesz majd egy határozatjavaslatom, valójában egy megerősítés kérem. Ez lesz a hetedik napirendi pont. A nyolcadik napirendi pontnak pedig képviselőtársaimmal már többször nekifutottunk a gyermeket nevelő családok támogatása témának. Elkészítettem ehhez a megérkezett instrukciók alapján egy kérelemvázat, egy kérelemformát. Azt akkor megosztanám a tisztelt képviselőtesti tagokkal, és akkor erről döntsünk, hogy tudjunk vele haladni, hogy a gyermeket nevelő szülők, illetve a gyermekek minél előbb megkaphassák akkor az önkormányzat által biztosított támogatást. Lesz, és akkor a kilencedikként érkezett egy, hát én tájékoztatásnak veszem, a Csepén Sport Egyesület is küldött egy ilyen kérelemnek indul, de nincsen benne összeg, én nem tudom miről szavazni. Egy ilyen tájékoztatást azt mondom, átadom tisztelt képviselőtestületi tagoknak, arról szerintem röviden én nyújtok egy tájékoztatást, de arról dönteni nem tudtunk, hiszen nincs benne, hogy miről kell dönteni. Azt mondom, majd az elnök úrnak jelezzük, hogy újra lehessen neki. Ezen kívül szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy van-e valami egyéb napirendi pont javaslat. Nekem már, bocsánat. Erika volt az első, igen. Szeretném felvetetni a vagyonnyilatkozat tételnek az átvételét, és ott észrevételezett dolgokat. Jó, akkor az a tízes. Igen. Sokkal szitrális. Hát nekem egy önálló indítványom van a tiszta képviselőtestület és a tiszta polgármester úr felé. Mint képviselő szeretnék hozzátok fordulni a Cseténi Református Egyházközségnek a felújításával kapcsolatban. Mindenki tudja, hogy már évek óta húzódik a felújításának az egyháznak. Ezt jó, akkor odaadjunk és akkor ezt ott elbeszéljük. Jó. Jó, akkor itt 11 napirendi pont van, kérdezném a... Igen? Én még a bölcsödének a működési engedélyével kapcsolatosan szeretném az engedélyeket, ha láthatnánk. Ez nem napirendi pont, hanem tájékoztatás. Jó? Akkor azért legyük fel azt is. Jó, és még van még egy felvétel. Tudomásomra jutott, hogy a Zöldbakonyért Nonprofit Kft-ből két felügyelő bizottsági tag lemondott, és ezzel kapcsolatosan lenne kérdés, vagy ezt átbeszéljük. Jó az ön tudomásra jutott, az engem de nem. De jó. Tudomásra jutott, hát most mit csináljuk? Oké, akkor ezt is tájékoztatásban elmondom, jó? Következő? Nincsen. Jó, akkor a napirendi pontot elfogadjuk, kérem készletartásra jelezzük.
Köszönöm szépen. Az első napi nemű pont az a közmeghallgatás megtartásának időpontja. Minden évben közmeghallgatást tart az önkormányzat, ahol gyakorlatilag a lakosság kérdéseket tehet fel, illetve beszámolja az egyszerűen teljesítményéről. Közmeghallgatással kapcsolatban december 8-án 18:30-ra tettem javaslatot. Van esetleg ezzel kapcsolatban valakinek kifogása, vagy elfogadható mindenki számára. Nem lehetne 18 órára? Lehet, nyilván lehet. Akkor annyira, hogyha lehet. Ez egy indítvány javaslat. Más valaki? Akkor 18 óra? Vagy a 18:30-ra? A testőtörést még én vezetem. Köszönöm szépen. Az alternatív javaslatot felvettem, erről majd szavazom. Jó. Jó, köszönöm szépen. Jó, bármi egyéb módosító javaslat? Jó, akkor először az alternatívára szavazunk. A tisztelt képviselő testület, aki elfogadja a közmeghallgatási időpontját 2023. december 8. 18 órára kérem készeltetésre. Köszönöm szépen. Akkor 18 órakor lesz a közmeghallgatás. Ennek helye az ismertetési felültető a kastély épülete lesz természetesen nagyterem, hogy minden tisztelt érdeklődőt beférjen. Akkor a védőnői feltellátás átadása a következő napi rendi pont. Az ugye annyi történt, hogy az önkormányzat elutasította a védőnői feladat átadással kapcsolatos ingatlan, ingyenes vagyonkezelésbe adását a szolgáltatás most már végző a vármegyei kórháznak, a Csolnoki kórháznak. Így csoda, kaptunk egy új szerződést, előzetet, amiben már az ingatlan ingyenes vagyonkezelési adását nem kérjük, így az önkormányzat a tulajdonát, én azt gondolom, hogy megvédte, és valójában csak kérjük azt, hogy ott a szolgáltást ők elvégezhessék, és ennek még a rezsi átarányát is fizetik. Az álláspontom szerint az a szerződés így módon már aláítható az önkormányzat részéről, viszont az önkormányzati tulajdon nem veszélyeztetés, nem sérti. Van ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele? Akkor, hogyha elfogadjuk a szerződést, elvezetek kérem tiszteletartást kérdezünk. Hát igen, köszönöm szépen. Edzőasztónak, Elválasztási Bizottság tagjának megválasztási témájáról. Az előterjesztés arra szólt, hogy november 30-ig meg kell választanunk a Elválasztási Bizottság tagjait. Nagyjából majdnem ugyanazok, akik voltak, ők elvállalták, nyilatkoztattam őket, hogy nem álltam, ők kizárólag összeférhetetlenség, úgyhogy erről kéne szavazni, hogy elfogadjuk őket Elválasztási Bizottság tagjának. Annyi kérdésem, esetleg a neveket olvasnám, hogy a lakosság is tudja. Taglember Cseszneki Anikó, Csizmadia Zoltánné, Herceg Imréné, ők a tagok, és két pótagot kell még választani, ő lenne Kovács Lajosné és Pongrácz Emilné. És a sorrendi számít, tehát első számú pótag Kovács Lajosné, második számú pótag Pongrácz Emilné, hogyha valaki kiesne. Akkor ilyen sorrendben fogunk a helyre lenni. Jó. Köszönöm. Akkor aki elfogadja a tagokat, kérem készletetésre jelezzet. Hát igen. Következő napi rendi ponton Csepény Község Polgárőr Egyesület támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. Ugye a polgárőrség sok munkát végez az önkormányzat számára, a település számára. Munkájuk elvégzése az természetesen költségekkel jár. Az anyagi támogatások nekik is korlátozott, bár mindig, amikor kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz, mindig segítettünk nekik, hiszen akár az Egyesületnek tartom a pénzt, akár kifizettük egyes kisértékű számláikat, csekkértékű számláikat. Jelenleg ugye arról van szó, hogy amikor megalakultak, akkor sikerült a belügyminisztériumon keresztül igényelnünk ugye közösen egy személygépjárművet. Azt hiszem, hogy rapid gyorsasággal mások éveket várnak ezekre az autókra, és 3 hónap múlva rendelkezésre állt a sportegyesületnek, a BMW-ben nagyon támogató volt.
viszont az autó használatával eredő javítások azok egy kicsit én most azt kell mondjam, hogy hanyagságból ered, alapvetően az a kuplung javítás, ami 170 ezer forintba kerül, az régességgel megoldható lett volna csekélyebb összegből, hiszen már régóta szólt az a rükvert, de nem vitték az autót akkor javítani, a Bognár Mihály helyi vállalkozó végzésgett a javításokat, most viszont olyan állapotba került a kuplung, hogy teljes szerkezetet kell cserélni. A Bognár Mihályon egyeztettem ennek az áráról, 170 ezer forintban határozta meg, az számomra irtozatosan sok pénz egy olyan autó életében, ami szerintem nem ér többet 400 ezer forintban, de természetesen az autó ellátja a polgárőrség napi tevékenységét, illetve volt még nekik egy műszaki vizsga költsége, és akkor elnök úr azzal a kéréssel fordult, hogy az önkormányzatnak anyagi lehetősége engedi, akkor ezt biztosítsa a polgárőrség számára. Én magam részéről mindenképpen ezt támogatást javaslom, esetleg, hogy valami megjegyzés van, vagy kérdés, vagy kiegészítés, azt később társak tegyük meg. Ha nincs, jó, elfogadjuk. Köszönöm szépen, ezt a tartalék terhére tudjuk természetesen biztosítani. Magyar Pünkösdi Egyház Csetény ügyekezett támogatási kérelme is beérkezett most hozzánk. Ugye ezek a kérelmek azért érkeznek, mert az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy kiírtunk egy felhívást, egy pályázatot, de ezt nem sikerült kiírni 2023-ban, ezért egyedi kérelmeket írjunk el. A Pünkösdi gyülekezet is kérelemmel fordult hozzánk, őnek az elmúlt években az én tapasztalatom az az, hogy folyamatos építkezést hajtnak végre, nem csak infrastruktúrális, hanem a gyülekezet életében is. A vezetőjük Filó László rendkívül ambiciózus és számomra meggyőző munkát végez. Ugye ott voltak komoly energetikai fejlesztések is az évek során. Ugye volt egy nagy értékű, 15 millió forint értékű magyar falus pályázat is, amihez a gyülekezet még önmaga is, ami 3 millió forinton részt tett hozzá. Tavaly abban is segítettük őket, de az előtte évek során is előfordult az, hogy nyilvánzárokat cseréltek, gázfazánt is cseréltek, és most is egy kérelemmel fordult hozzánk, amiben nem határozott meg összegen, hanem az önkormányzat anyagi lehetőségei ezt a támogatást. Beszéltem vele, hogy mi az, ami úgy nekik mindenképpen, tehát amire azt mondaná, hogy jó, az hogy előre, és ott én 2-300 ezer forintban maradtunk a Lászlóval, és ott én 200 ezer forintot javasolnék, ha ettől eltérő javaslat van, akkor azt a képviselőtársaktól várom. Ezzel a gyülekezettől már elégedett. Attila, neked esetleg, vagy így, mert te tagja vagy annak, hogy elégedett. Jó. Jó, hogyha nincs, és elfogadjuk a 200 ezer forintos támogatási kérelmet, akkor ezt kérem készfeladatásra. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont, az a Bújka Kultúrás Egyesületnek a támogatási kérelem. Ugye kidolgozott támogatási kérelem alapvetően mind a Magyar Fogban ők már nyertek pályázatot, de ennek az elszámolása van hátra, amiből szeretnének egy helyén is lehetett pásként, ha jól értelmeztem. A 15 tagjuk van, ez az egész beruházásnak az értéke különben 1 millió 700 ezer forint, ha jól látom, amihez ők pályázati pénzt 1 millió 28 ezer forintot tudnak hozzátenni, az Egyesület tud bevállalni 471 ezer forint önrészt, és ők is úgy szintén 200 ezer forintot határoztak meg kérelemre, amit szeretnének igényelni. Én azt gondolom, hogy a támogatásuk remélem, hogy nem lehet kérdés a testület számára, hiszen valamennyi kultúrás eseményünkben részt vesznek, és a település hírnevét öregítik tevékenységükkel. Mivel a Bújka Kultúrás Egyesületben az én feleségem tag, ezért én itt nem fogok szavazni erről. Viszont kérem a többiek, hogy van bármi kiegészítés, azt tegyék meg. Ha nincs, akkor szavazzanak volna. Elfogadják és látatásra érzéket. Köszönjük szépen. A vegyes ügyek, ugye hetes. A hetes ügyben annyi kérdésem lenne, hogy a edzőasszony most már egy hónapja itt van a hivatal életében. Szerintem megért völgyeket, megért mély átokat, hegyeket, mindent, illetve bölcsőd átadással kapcsolatban
nagyon sok munkát végzett azért, hogy a használatvételi engedélyt megadjam. A használatvételi engedélyt kedden délután 16 óra 2 perckor. Takács Szabolcs úr aláírta, nagy megelégedettségére, és a használatvételi engedély volt szükséges ahhoz, hogy a működési engedély beadásra tudjon kerülni. A működési engedély beadásához szükséges dokumentumok előálltak, ilyenek a szakmai program, alapító akarat, alapító okirat, személyi állomány biztosítása. A mai napon beadásra kerül a működési engedély, 3 hivataltól várjuk majd az érkezést, az egészségügyi hivatal, valami óvodai rész is jön. Erre elméletileg legrosszabb esetben 60 nap van, ez azt jelenti, hogy valami nincs rendben, de azt az ígéretet kaptam, és eddig a kormányhivatal maximálisan minden körülménytől ellentétesen támogatja az önkormányzatunkat. Ez nagyon pörgetik, szerintem december 1-el a finanszírozott, tehát ez nagyon fontos, a finanszírozott bölcsődés szolgáltatás el tud indulni. A működési engedély, ha megvan előbb, akkor is elindul a szolgáltás, de az nem finanszírozott. Ez azt jelenti, hogy csak akkor van, minden hónap elsővel induló, minden hónap elsővel tudnak finanszírozást adni a magyarának nincs. Tehát hóközi finanszírozás nincs. A világon szerintem nagyon rossz a rendszer, és nagyon egyszerűen legközelebb lenne informatikai szempontból, de nincs megoldva. Viszont, hogy meg lesz a működési engedélyünk, azért itt van 24 szülő, 23 gyermek, bocsánat, mert egy gyermek a sajátos nevelési igény az Lukának számít, itt van 23, és akkor ezt így el tudjuk indítani, ezt a szolgáltást. Mivel Nikolett és a kollégái is tényleg szerintem vért verejtéket bírva végtolták ezt, én valójában ugye a polgármesterként van jogosultságom, mint SMS-ben is, én vagyok a munkáltatói jog gyakorlója, illetve egy felmentést is adtunk az alól, hogy neki nincs még meg gyakorlata, de a kormányhivatallal is tegnap azért volt egy kis beszélgetés erről, hogy az itt teljesen rendben van, hogy nincs meg, hogy a polgármester megadta, a két polgármester a felmentést, de ők is egy kicsit kérték, hogy erősítsen a testület is. Én azt gondolom, hogy a testület tagjai is tapasztalhatták mind a pozitív hozzáállását. Az tény, hogy a gyakorlat az majd szépen az idők alapján jön meg, de erre már volt pozitív példa településünk életében, hiszen dr. Molnár Máté edző is ugyanígy kezdte, de ezt a megerősítést kérem a tisztelt is testületi tagoktól a jegyző asszony személyében. Van-e ez bármilyen pozitív hozzáfűzni való? Én csak kérdezem, hogy erre most szükség van, hogy még mi? Tegnap a kormányhivatal azt mondta, hogy nem írja le, ugye? Tehát, hogy ami nincs leírva, azt szerintem különben nem létezik, bocsánat. De bajt nem teszünk. És nekem alapvetően egy ilyen bizalmi sztori is, hogy Jerzy asszonynak sem árt az, hogyha a testület tagja által meg van erősítve. Tudomásos szinte testület tagjaik szokták keresni, igyekszik pontosan is jól kiszolgálni. Ez a mi közös működésünk is hozzátartozik. Ez csak ennyi, ez egy forma. Jó, akkor kérem, megerősítjük a jegyző asszony pozíciájával. Köszönjük szépen. Jó. Akkor a következő napi rendi pont volt a vagyonnyilatkozat, jön Erika. Akkor azt kérem, tájékoztatás. A vagyonnyilatkozati átvétel az új képviselők részéről október 26-án megtörtént, és ez szabályosan át lett véve, úgyhogy a képviselőké nyitott borítékba, a hozzátartozó családtagoké pedig zárt borítékba került láttalásra. És ahogy így rendezgettük a vagyonnyilatkozatokat, találtunk benne olyat is, ami 2014-es Albert Mihály volt polgármester vagyonnyilatkozata, és több leköszönt vagy kiesett képviselő vagyonnyilatkozata volt. Azokat kértük jegyzőasszonytól, vagy jegyzőnőtől, hogy legyen visszaadásra, vagy kerüljön visszaadásra, és akkor hát utána Nagy Attila polgármester úrnak a vagyonnyilatkozatát is megnéztük, ami zárt borítékban volt leragasztva, és én azt a borítékot felnyitottam, és sajnos azt tapasztaltuk, hogy üresen, kitöltetlenül volt a vagyonnyilatkozat leadva. Hát itt most különböző szankciókat ír a jogszabály elő, ezeket a szankciókat majd a törvényesség vizsgálja. Hát ez az ügy, ez most sajnos itt tart. A képviselőtestületet tájékoztatnunk kell. A jogszabály azt írja el, az önkormányzati törvény, hogy
a vagyonnyilatkozat átvétel utáni következő első nyílt ülésen ezt meg kell tennünk, úgyhogy én ezt azért tettem meg. Nem azért, hogy a KK-n csomót keressek, hanem belefutottunk egy ilyen helyzetbe. Hát, nem tudom, polgármester esetleg magyarázkodhat itt, vagy nem tudom, de nincs jó, mit. Oké, nagyon szépen köszönöm az észrevételt, illetve a célzott ellenőrzést is, amit megtett, annyi tájékoztatást adná hozzá. A vagyonnyilatkozati kötelezettségemet én januáron megfelelően eleget tettem, hiszen leadtam. Erről a testület határozatot is elfogadta, az összes többi képviselőtársaméről is. A távozó jelző az, hogy munkájával és minőségével kapcsolatban észrevételt nem tenné, csak megjegyezném, hogy ő úgy ment el ebből a hivatalból, hogy minden adatot elvitt és letörölt, tehát valamit elvitt és letörölt, így visszajelenek az önkormányzati adatokkal. A távozás az nem volt szerintem éppen elegáns, és ő volt a kulcsok megőrzője is, ami már alapvetően hiba volt. Ahogy képviselőasszony is jegyezte, hogy még a 2014-es vagyonnyilatkozatok is benne voltak. Tehát ez a hiba nem jegyzőasszonyhoz kapcsolódik, hanem az elköszönt jegyzőasszony. Máté is hibás, akkor Árpási jegyző is többen. És mindenki hibás, így van, viszont a határozatok ezeket rendezték, én a határozat szerint eljártam, leadtam, én jól adtam le, mikor jegyzőasszony most jelezte azt, hogy üres. Hát én ezt nagyon sajnáltam, szerintem 3 vagy 4 perc volt és leadtam a jót. Ezt ugye megnézheti képviselőasszony, bogarászhatja benne. Hát én át kell vennünk most az ezt a következő ügyeleti bizottság össze fog ülni és át fogja újra venni. Az ügyeleti bizottság elnöke, és én nem fejeztem be a mondandómat, jó? Az átvétel megtörtént, az ügyeleti bizottságot majd az elnök összeírja, és akkor önök átveszik, megtekinthetik. Ha a családtagjaim vagyonnyilatkozatát is kutakodni szeretnék, akkor azt közérdekű adatigényléssel megtehetik. Nem fogom kivárni 45 napot, megnézhetik, tájékoztathatnak tőle boldog-boldogtalan, nekem nem nagyon van olyan, nekem nem nagyon, az, hogy nincs, az, hogy nem érdekes, szerintem ezt hajabolik. Nekem nem nagyon van olyan félteni való, amin lehetne publikus. Az én anyagi jólétemet azt nem az önkormányzat fejlesztése biztosították, hanem már előtte is nagy vállalkozásoknak volt a vezetője, és lényegesen nagyobb éreket kaptam meg. Az, hogy valakinek ez éppen fontos képviselőnek vagy képviselőnek kívüli személyeknek, azt pedig sajnálom, hogy ők ezzel foglalkoznak, és nem azzal, hogy a település előre mozdításán dolgoznak. Nem, Attila, hogy kibásztál, ezt hiába magyarázod, nem fogod tudni megmagyarázni. Szerintem a rendszerint én jól végeztem a dolgomat, ha itt ügyet generálom belőle, már pedig fogom belőle ügyet generálni, hiszen az ilyen állítások azok Csepinti önkormányzat számára. Magát Csepinti önkormányzatok nagyon negatívan tüntetik fel, és ez nekem egy kicsit már ilyen... Ez már egy kicsit ilyen... Nincs ennek a pontos megnevezése. Le van írva. Jó hírnő megsértésébe is telik, és nem az én jó hírnevemében, hanem az önkormányzat jó hírnevében. Ezért én is gondolkozom azon, hogy ezt hogy lehet kezelni, és Isten az ával a megoldás is megvan, erről majd tájékoztatom képviselőasszonyt. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni a vagyonnyilatkozathoz. Jó, köszönjük szépen. Akkor János, a következő református egyházi ügy. Gyerünk, hogy mit szavaznak, csak a tájékoztatás. Ha láttad nem azt, akkor annyi megjegyzés, hogy a hát szerintem múltkor volt a Endrének javaslata, volt a polgármesternek volt a javaslata. Az iskolakezdési támogatás, ami ugye önálló indítvány volt, ugye erről ma ugyanúgy beszélünk. És most ez egy másik javaslat, és hogy nekem alapvetően, mint polgármesternek is pozitív, hogy a képviselők is javaslatokkal élnek, mint látom, még kidolgozott javaslat is. Mondjuk ma már megismertem a tartalmát, mert a János tájékoztatott róla. De mindenképpen örülök annak, hogy a képviselők is aktívan részt vesznek így az önkormányzati munkában. És mindenkit buzdítok arra, hogy ha valamilyen építő javaslatról van, akkor azt tegyen meg, tűzzük napirendre, és náluk indítványként azokat tudjuk várni. Akkor még mielőtt elkezdenek, köszönöm, hogy vagyunk a szót, akkor ki is osztanék meg mindegyik ötöttek egy tájékoztatót erről. Szerintem lehet volna kiosztani, hogy át tudjuk olvasni. Megtudálom szépen, szerintem, mert túl hosszú leírás. Igazából a tisztelt képviselőtársakat és a polgármesterot szeretném felhívni, és egy indítványjal. Bocsánat. Köszönöm.
indítványa vélni a Csetényi Református Egyházközségnek a felújításával kapcsolatban, mint már mindenki tudja, hogy évek óta halad és zajlik az egyházközség templomnak a felújítása. Napjainkra sikerült már elérni, hogy új alapot kapja az épület. A vakolatot húztak fel a falra, falfűtést helyeztek el, de helyi vállalkozóval beszélgetve már kiderült, hogy ezek a felújítási költségek meghaladhatják a 100 millió forintos költséget is. És ezzel szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy 2023-as évben, mert erről a polgármesterrel beszéltem, hogy milyen elői lehetőségek vannak, hogy a 2023-as évben 2,5 millió forintos támogatást szavazzunk meg a felújításokra, és a további következő 3 évben, 2024-ben, 2025-ben és 2026-ban pedig további 5 millió forintra szeretném, hogyha támogatva lenne a telefon felújítás. Maximálisan támogatom, amit a Szita János képviselőtársam felhoz. De úgy gondolom, hogy a lelki pásztor legyen jelen ezen a döntésnél, és őt is hallgassuk meg, hogy ő neki mi a látása, mi a vélemény erről a felújításról. Én csak ennyit akarok mondani. Jó, köszönöm szépen. Jánosnak köszönöm a beterjesztést, meg a munkát is, amit ezzel kapcsolatban végzett, képviselőasszonynak a hozzászólás. Pontosan tudjuk azt mindannyian, hogy én egy református gyülekezeti tag vagyok. És 2019-ben elindult egy felújítás az egyház életében, aminek az előzményeivel kapcsolatban én nem voltam éppen elégedett. Ennek hangot is adtam. Viszont ugye az elmúlt években nem volt semmire se pénzünk, ezért nagyon-nagyon óvatosan bántunk támogatások kifizetésére, és amikor János ezzel kapcsolatban megkeresett, akkor ugye neki volt egy, most nem tudom, hogy kellett mondani, de ebben mond, volt egy súlyos egészségi problémája, és neki érzelmileg is erősen megvan a kötődése az egyházhoz. Nekem a kötődésem úgy van meg az egyházhoz, mint református, illetve mint a település múltjához való kapcsolódás, és alapvetően mint egyház, községi tag, és fontosnak tartom, hogy maga a felújítás az minél előbb megvalósuljon, és a nagy létszámú Csetényi egyház község újra birtokba vesse az egyházat, a templomot. Az, hogy az önkormányzatnak erre van lehetőség, hogy támogatást ad, az nem is, nem jelenti azt, hogy el is fogadja majd a református egyház, bár bocsánat, ha ütnek, fuss el, ha kap, ha adnak, fogadd el, ugye? Tehát, hogy mi annyit tudunk szerintem tenni, és ahogy a többiek későn volt itt, és igen, ez egy rend, hogy a támogatási kérdéstelen képviselő azért fogott ezzel időben, mert pontosan tudja, itt a ideológiai jelentétek vannak, nem tudom, de nem egyház ideológiai, hanem inkább a felújítások, tevékenység kapcsolatos jelentétek voltak, hogy én akkor olyan javaslatot tennék le, hogy tájékoztassuk róla a tisztelt református gyülekezetet. Így el tudom fogadni én is, és akkor a tiszteletes úr róla, tájékoztatjuk róla, hogy a Csetényi önkormányzatnak szándéka az, hogy akkor, ha jól értem, meg a leírásból, mert a mondás nem így szólt, de akkor ez 17,5 millió forint támogatás, hogy egy 3 év alatt ez egy tervezhető támogatás, és amit én még tudok, hogy ez egy nagyon nagy szám egy, amit én még tudok, hogy jelenleg ugye a temetőnél is van egy feladatuk, ki kéne vágni a fákat, de amikor ment az építkezése az urnafalnak, az urnaparcellának, hogy elég sokáig nem voltak felrakva az urnafalak, akkor is ki lehetett volna vágni azik a nagy fákat, de nem volt nagyon értelme kivágni, mert azok már akkor is veszélyes fák voltak, és az önkormányzat különben felnyeste azokat a fákat, amennyire tudta, de akkor vagy emberem volt, de nem tudták akkor megcsinálni, és most ugye alpin technikával kell nekik kivágni azokat a fákat. Ugye ennek is lesz egy jelentős költsége. És a gyülekezetnek az anyagi lehetőségei, ahogy nekünk is mindig korlátozottak. Tehát ugye el kell mondani, hogy a Csetényi önkormányzat a legszegényebb önkormányzat a megyében, de mindig volt pénzünk mindenre, és lesz is. És így, hogyha ilyen támogatást tudunk adni, akkor az egyház is tud fókuszálni a jövőben is az egyház felállítása. Még annyi megjegyzésem lenne párhuzamosan, hogy tegnap a polgármester úrral és esőes úrral is beszéltünk, hiszen a katolikus csápolna
felújítása is egy feladata lesz az önkormányzatnak. És országgyűlés képviselőre is abban állítottunk meg a tegnapi napon, hogy a 2024-es évben egy, ott is egy 5 millió forintos, az önkormányzat fog kapni 5 millió forint támogatást a Holicsek Kastély Park rendezésére, és alapvetően ez a Holicsek Árul újra temetésére kapja. És a reform, a katolikus egyház, Esperes úr közben jár, én is elmegyek beszélni püspökkel, érsekkel, és akkor egy 5 millió forintot kérünk onnan is, és az önkormányzat is ki fog gazdálkodni. És akkor azért az egy 15 millió forintból a Holicsek újra temetés úgy, hogy a kis kápolna felújítását hozzáteszünk, az egy nagyon-nagyon szép esemény lehet. Ráadásul úgy, hogy megvan a kastélypincén is. Tehát az tényleg akkor az egész látogatóközpont kastélypati rendben van. Csak azért, mert ugye két régi egyházban van. Településnek mindenképpen ugye ez a református és katolikus egyház. Még arról sem lehet szó, hogy különbséget teszünk, pont jókor van. Tegnap ott mi közül beszélgettünk, Esperes úr is fogadta a felajánlást természetesen. Én bízom benne, hogy a tájékoztatása, amit megtesz Csetén község önkormányzat, alapvetően döntünk arról, hogy odaadjuk a pénzt, de őnek ezt el kell fogadni, Egy tájékoztatás, és akkor tisztelesül, hogy erre hogy reagál, és akkor utána kell bejönnünk, és akkor lesz az. Ha az jön vissza, hogy nem kérik, akkor nem utaljuk át, akkor megsemmisítjük a határozatot. Most erre felesleges útra, tehát nem olyan határozatot hozunk, hogy holnap átutaljuk a pénzt, hanem határozatot hozunk, hogy az önkormányzat támogatja a református egyház felújítását, a következő ütemezésben idén 2,5 millió forintot tudunk adni, ezt elfogadják. A következő 3 évi támogatás, az pedig az anyagi lehetőségtől függ. Azt ma leírni senki nem tudja, és biztos, hogy lesz rá pénz. Hiszen 2020-ban elmondták a súlyadót, az is gondot okozott, ugye. Azért itt tavaly alapvetően nem tudtuk, hogy csapkoznunk a kifizetésekkel, vagy ki tudjuk fizetni azt a 20 milliónyi rezsit, amit ki kellett fizetni az elmúlt év 3 milliónához képest, de így. Alapvetően a képviselőtestület tudja hozzáállását mindenképpen mutatni a református egyház felújításához, és maga a tétel, azt pedig le kell, hogy írjuk, ott van, és akkor erről mind a gyülekezet vezetője, mind a presbitérium, mind a gyülekezet erről majd döntsön. És akkor úgy fogjuk odaadni. Jó? Tehát a javaslat az az, hogy akkor tájékoztatjuk a református egyházközséget azzal, hogy a Csetén község önkormányzatának képviselőtestülete támogatni kívánja az egyházközséget 2,5 millió forinttal 2023-ban, majd azt követően 3 éven keresztül 5 millió forinttal. Kérjük a tisztelt református egyházközösséget, hogy nyilatkozzon arról, hogy a támogatás befogadását milyen módon kívánja megtenni. A támogatás felhasználásának módja a templom újjáépítése. Tehát mi arra adjuk a templomra. Tehát másra nem, ez a templomra szól. Megkötés nélkül. Jó? Tehát bármire felhasználhatják. Ugye csak azért kell ezt hozzátennem, hogy nem érdekel, hogy lesz-e pad. Az érdekel, hogy legyen templom. Engem személy szerint. Jó? És ezzel hozzá kell, hogy járunk. Endre? Ez ugye még van egy pontunk, ahol még sok pénzt akarunk kiadni. Melyik a hátad is erről a... Azra megvan. Gyerek. Na, tehát akkor van erre... Igen. Ez pénzünk, na, hogy igen, mert igen. Most kiosztottunk 400, meg most... Rengeteg pénzt kiosztottunk ennek. Kb. És a tartalék terhére, akkor... Igen, igen. Ugye a képviselőtestület számára a egyet, ugye idén egy nagy kifizetési tételünk van az ezen támogatásokon kívül, a terepvásárlás. Ugye a terepvásárlásnál hátra van még 11-12 millió forint plusz az egyéb. Ugye tisztelt képviselőtestület tagok tudják, hogy le van kötve durván 45 millió forintunk. Alapvetően ez a szabad pénzeszközünk. Tehát nekem ugye azt mondtam végig, hogy a cél az az, hogy 30 millióval forduljunk év végén. Azzal, hogy ilyen igények bejönnek, azon a 30 millió én elengedem, bocsánat, de alapvetően pénzünknek hál' Isten van, és ezt oda tudjuk adni. Ugye vannak apró pótmunkák még az építkezéses során, amihez teljesítési igazolás fejtése nem történt, mert a műszaki előrök azt még nem hagyták jóvá, azokat a jóvá hagyják, azokat is ki tudjuk fizetni. Mi nagyon szegények vagyunk, szoktam mondani, de mint látszik, mindenre van pénzünk. Tehát ez hosszú
Ugye Endrei ül itt velem 14 óta, Barni ugye hiányzott 14 és 19 között. Endrének biztosan azért furcsa, mert tényleg mindig azt mondtam, hogy nincs, soha semmire. De nagyon-nagyon sok önrészt kellett kitermelni a beruházásaink során. Nagyon sok saját fejlesztést valósítottunk meg, és ugye a gazdasági fejlesztéseinknek köszönhetően most nem érek fel, jutottunk oda, köszönöm. Jutottunk oda, hogy 2023-ra az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik az ilyen nagymértékű támogatás lehetőségét is. A 2024-es költségvetési az teljesen más lesz, hiszen látszik a piacnak a visszaesése, a vállalkozók tevékenysége is sajnos visszaesik, de én azért bízom abban, hogy ha 20%-ra is visszaesik, akkor is tudjuk, hiszen már jövőre ebben a részeket nem kell beletenni egy bölcsődébe, egy kastélyba, egy egészségházba. Az iskola nem az projektünk volt, de az egy tízes bázis lelekedik a falunak, hogy mondjuk kerítést megcsináljuk, mi csináltuk meg a külső tereprendezést, mi vágtuk a fákat, mi takartuk még annak idejére az épületet is, hogy milyen zombetánk ezek vannak. Tehát, röviden, igen. A határozati javaslatom azt szerintem pontos volt és korrekt. Én akkor ugye ezt kérem majd rögzíteni a határozatban, és akkor erről mi tájékoztatjuk a református egyházközséget, és akkor az ő visszajelzés alapján fog megtörténni a pénzügyi teljesítés. Ha kérik, én nem tudom elképzelni, hogy valakinek kérje. Ha kérik, örülünk, ha nem kérik, akkor letudjuk. Kis kamattal élünk, most 8%-kal. Jó? Van esetleg hozzáfűzni való? Jó, elfogadjuk, kérek készületetást érezzük. Köszönöm szépen. Attikus. Következő. A működési engedély az meg volt. A tudomásra jutott a Zöld Bakonyért Nonprofit Kft-ből két felügyelőbizottsági tag lemondása. Az jó. Én egyről hallottam, azt láttam, kettőről nem tudok. Ki az a legjobb, aki lemondott? Van, lemondott különben. Isten igazából a Lacika és a tisztelt képviselőasszony közbenjárásának köszönhetően mondott le. Igen? Igen, hiszen ő megfenyegetett. És pont ebből adódóan itt a másodikról még nem tudok, de akkor valószínűleg lehet, hogy még valakit meg tetszett fenyegetni. Ami... Én nem fenyegettem meg Attila senkit. Ez olyan buta dolog, olyan buta beszéd. Te nem tudtad. Jó. Vagy egyébként én megfenyegetek. És ezt elhitte? Hát ki vagyok én, hogy megfenyegetek valakit? Igen, tisztelt képviselőasszony, ezt rendszeresen halljuk a településen. Éves Isten. Ezt nagyon érdez. Jó, ezzel kapcsolatban a tájékoztatás az ennyi volt. Viszont kimaradt egy napirendi pont, bocsánat, de igazad van, a gyermekeknek az iskolakezdési támogatása, a diplomelmézést, de erre a fedezetet már múltkor biztos, hogy igen. Barnabás. Erika. Ugye többször nekifutott a tisztelt képviselőtestület annak, hogy akkor mi legyen a gyermeket nevelő szülők támogatásával, hiszen iskolakezdési támogatásnak novemberben már azért nem szabadnak. Ugye ez augusztus végén jött el talán ez a kérelem tisztelt képviselőtársak részéről, és augusztus végén ugye abban maradtunk, hogy megvizsgáljuk annak lehetőséget, és akkor ilyen tárgyi dolgokat adjunk a gyerekeknek, hiszen sajnos tudni kell, hogy nem mindenki tartozik családsegítői fenntartás alá, de a szegénység az településünkön is kézzel fogható. Most a kormányhivatal, tehát a Vármegyei Kormányhivatal a mi térségünket jelölte ki még ilyen egyéb támogatásra is. És ott összeírtuk a gyermekek számát, 55 gyermek, aki bele tartozik ebbe. Azért azt, hogy mindannyian érezzük, hogy sok. És ugye én azt szeretném elérni, ugye Betty is, amikor itt volt képviselő testületülésen, hiszen neki boltja volt. Akkor a leköszöntő alpolgármester asszony is itt volt, ő is elmondta, hogy alapvetően ezek a pénzek többnyire nem a gyermekekhez jutnak, ezért ugye nekem az volt az alternatív javaslatom, hogy vegyünk nekik ruhát, egy melegítőt, most egy beírtani egy téli kabátot is. Ugye a képviselők beszélgettek róla, hogy mégiscsak a pénz lenne jó, mert azt lehet jól felhasználni, és én egy olyan alternatív megoldással készültem, hogy döntse a szülő, hogy akarja a készpénzt, vagy a magasabb értékű, tehát nagyon jó példa, bocsánat, a nyugdíjasoknak a csomagja.
Mi azért 5000 forint plusz áfát fizettünk. 6270, 6500 forint. De azt a boltba be kell mennie a nyugdíjasnak, az nem 95-10.000 forint, az 11 volt az a csomag. Azzal, hogy mennyiséget veszünk, olcsóban kapjuk. És azért írtam ide nem 15.000 forintot, mert mi nem 15.000-ért veszünk, hanem nekünk ugyanúgy belefér 10.000 forintba. De a szülő 15.000 forintot spórol vele, ha azt a gyermekére adjuk. És a másik, hogy ennek az egésznek a lebonyolítása, hogy az a közművelés mutatása a Timihez és családsegítőző tündéhez fog tartozni, mert meg lesz a lehetőségük arra, hogy esetleg azon szülőket, akikről tudják, hogy anyagi lehetőségei korlátozottak, azokat tájékoztassák ezen fontosságáról, hogy ezek a gyermekeknek vannak ezek a támogatások, és azt az X-et ne a pénz mellé hozzák be, hanem a melegítő létát. Ugye, ami nincs a felsőfokú oktatási rendszerben működők számára, ugye nincs benn, hiszen ők a Búza Hungarikában lényegesen nagyobb anyagi támogatást kapnak. Hát ez ilyen 18-20 gyermek, az is 1 millió forintba fog kerülni az önkormányzatnak az év során, ezt mindig adjuk. A Szápában ezt most le tudták már futni, ott 3 gyermek kapott. Ugye a középiskolásokat fogja érinteni, illetve az általános iskolásokat és az óvodásokat. Ennek is így a teljes értéke azért azt szerintem meg fogja közelíteni a 3 millió forintot. A bölcsödéseket nem. Ennek nagyon egyszerű oka van, a bölcsöde azért van, azért csak most fog majd működni. Így a kérelem ezen módja, és ugye akkor ez nem rendeletben történik, hanem egy határozat születik arról, hogy az iskolát gyermeket nevelő családok támogatása az általános iskola és óvoda részéről, és ugye akkor ezt a határozathoz hozzáteszük, hogy a kérelmet be kell nyújtani a szülőknek, ezt ugye elküldjük, meg majd meddig kell benyújtani, és ennek a teljesítését én december 15-ig szeretném letudni, hogy ez részben egy kicsi karácsonyi ajándék is tud itt már lenni, akár pénzben, akár ruhában. A ruha, tehát a kabát és a melegítő, az csekély címmel el lesz látva. Hogy egy kicsit legyen meg ez a brandépítés. Van esetleg hozzáfűzni való? És akkor a kérelmet a iskolába, vagy szenti családokhoz ki lesz küldve? Ezt mi csináljuk ennek a logisztikáját, ez minden családhoz oda fog kerülni, és meg vagy meddig lehet bejönni, ezt feltöltjük a közösségi médiára, és le tudják tölteni. Tehát ennek meg lesz a lehetősége időben is arra, hogy ők itt legyenek, és igényeljük, és mi kiadjuk. Ennyi. Van esetleg még hozzászólás, így megfelelő? Jó, akkor ha ezt elfogadjuk, akkor elindulhatunk végre a gyermekek nevelő szülők támogatásával, és ugye évben ezt teljesíteni tudjuk. Kell szavazni most? Persze, az nem ártanom. A szava, ugye erre félreadtuk a pénzt, arról már van határozat. Augusztusban, hogy az erre vonatkozó 3 millió forintot már félreadtunk. Természetesen, hogy nem lesz elég a 3, mert annyi igény jön, akkor majd hozzákezdtünk még egy kicsit a tartalékból. Jó? Én köszönöm szépen akkor ezzel kapcsolatban. Aki elfogadja, készletetésre. Köszönöm szépen, hétében. Én úgy látom, hogy a rendes ülés tartalmát akkor ezzel most lezártnak tekintetjük. Nagyon szépen köszönöm a konstruktív építőjellegű észrevételeket, illetve a megfogalmazott kritikákat is természetesen megfontoljuk. Akkor a rendes ülést most lezárom, és köszönöm szépen, hogy itt voltam. Szervusz!